Szeretnél készíteni egy média platformot, ahonnan elérheted a saját tartalmaidat? Ha igen, akkor ez a mai videó neked szól. A Jellyfinről lesz szó, ahol tárolhatsz filmeket, sorozatokat, képeket, zenéket teljesen ingyen. Az Asus-tól támogatásával pedig bemutatom, hogy ezt hogyan kell megcsinálni. Kaptam egy Logcaster 2-es nast a cégtől, hogy bemutathassam a képességeit több videón keresztül. Ezen fogok ma dolgozni, de ha te szeretnél magadnak Jellyfint, nem feltétlenül kell hozzá ilyet venned. Megteszi bármilyen szervernek használt számítógép, Linux, Windows vagy akár macOS rendszerrel. Működési elve a következő. Van egy szerverünk, jelen esetben ez a Logcaster 2-es nasom. Ezen tároljuk a különböző médiatartalmakat. Ezeket pedig lejátszhatjuk telefonról, tabletről, számítógépről vagy akár tévéről is. Ez működik a hálózaton belül vagy kívül is, mintha egy saját streaming szolgáltatód lenne. Ahogy mondtam, én ezt a nason fogom csinálni, de ha neked nincsen ilyen eszközöd, semmi probléma, a folyamat szinte teljesen ugyanaz lesz Windowson, Linuxon vagy macOS-en is, minimálisak az eltérések. De kezdjük a beállítást. A Jellyfin alkalmazást a NAS-ra én már letöltöttem, itt találhatjátok az ikonját. Ha ezt még nem tettétek meg, akkor az App Centrált kell megnyitni, ide pedig a keresőbe szépen beírjuk, hogy Jellyfin. Itt lesz nektek egy install gomb, de mivel én már felraktam, nekem ez nincs itt. Itt van néhány info egyébként, de ez nekünk most mindegy, zárjuk be és nyissuk meg. Na de ha megnyitjuk, akkor ezt az oldalt kell látnunk. Én most angol nyelvet fogok használni, egyébként ha jól tudom, van valahol magyar nyelv is. Igen, van, de én maradok angolon, mert sokkal egyszerűbb nekem. Kell neki egy felhasználó név, ami legyen Neonity, illetve egy jelszó. És itt kell felvennünk azokat a mappákat, ahol a különböző média tartalmak típusonként találhatóak, ezeket érdemes rendezni. Vegyük is fel az egyiket, legyen mondjuk az első a filmek. Content type emiatt nekem ugye movies, de hogyha mondjuk te zenéket akarsz felvenni, sorozatokat, könyveket, képeket, akkor azokat is választhatod. Nekem ez most filmek lesz, ez is lehet itt nevezni. Preferált letöltési nyelv, na az viszont legyen magyar, itt van Hungarian, country, az pedig szintén Hungary, itt van. Ezt itt érdemes benyomni, görgessünk lejjebb, és itt van, hogy a filmeknek a meta adatait honnan szedje össze a szoftver. Alapból kettő van itt, de vannak különböző pluginok, a MovieDB és az Open Movie Database, de most ez itt jó nekünk. Van arra opció, hogy az internetről frissítse ezeket az adatokat, mondjuk 30, 60 vagy 90 naponta, de én ezt most nem fogom használni. A végére hagytam azt, hogy felvesszük a mappát, ugye itt van egy plusz gomb a foldersnél, és most nekem itt be kell tallózni, meg kell keresni, hogy pontosan hol is van az, amit én keresek. Share folder, Neonity, itt van egy olyan, hogy média és movies. Most csak egy film van, de majd lehet ugye persze még leszedni, ezeket automatikusan fogja frissíteni magától, de ezt most így leokézom, mert nekem ez az elérési út, ami kell. Ha te megosztott mappát szeretnél így elérni, nem pedig azt, ami a NAS-on van, akkor arra itt a lehetőség. De ezzel meg is vagyunk, leokézom, a filmeket felvettük. Most pedig megcsináljuk még egyszer pont ugyanezt a sorozatokkal, csak itt azt választom ki, hogy shows, és legyen a neve sorozatok. Preferált nyelv ugyanúgy, magyar, ha megtalálom, valahol itt volt, itt van, és Hungary. A beállítások egyébként pontosan ugyanazok, mint a filmeknél, amit mutattam, úgyhogy erre most nem fogok megint kitérni, hozzáadom a mappát, ami nekem kell, ismét Neonity, média és shows, és itt van a többi sorozatom, ami le van töltve. Leokézom ezt is, még egyszer. És elvileg most megvagyunk ezekkel, ha felvettünk mindent, akkor rányomhatunk a Next-re, és itt kell kiválasztani a metadatoknak a nyelvét, mivel a legtöbb filmem és sorozatom az magyar nyelvű viszont, ezért itt a magyar nyelvet fogom megkeresni, ha megtalálom persze. Nem betűrendben van, szóval nehéz megtalálni. A country az szintén Hungary, ahogy az előbb. És nyilván, ha már van egy szerverünk, azt szeretnénk valahogyan elérni. A távoli elérést azt engedélyeznünk kell, hogy gépről meg telefonról ez elérhető legyen. Viszont amit nem ajánlok bekapcsolni, az a port mapping, mert ez a routeren keresztül UPnP-n fogja majd a portokat nyitogatni, ami nem túl szerencsés és nem éppen biztonságos, úgyhogy én ezt nem ajánlom bekapcsolni. Pont emiatt van nekem is letiltva a UPnP, ezt mindenkinek ajánlom kikapcsolni. És ezzel elméletben megvagyunk, finish. Belépünk a felhasználónkkal, amit az előbb létrehoztunk. És most már úgy nagy részt jól állnak a dolgok, az egyetlen filmem, ami le van töltve, az itt van, viszont a sorozatokból csak egyetlen egy részt látunk, ez azért van, mert ha bemegyek ide, dashboard, akkor még, ha minden igaz, igen, igen, a könyvtárnak a szkennelése az még nem fejeződött be, hogy ezt még gyorsan megvárom. Főleg, ha sok fájlod van, akkor ez egy jó darabig el fog tartani. Nekem nincsen túl sok adatom, úgyhogy ez gyorsan végig fog menni, de addig mi dolgozhatunk tovább, menjünk át a networking tabra. Itt lehet HTTP helyett HTTPS-t használni, aki ezt szeretné, az nyugodtan csinálja meg, erősen ajánlom egyébként, bár most én ezt ki fogom hagyni. LAN Networks, ide érdemes beírni a lokális hálózatnak a címét maszkkal együtt, ugye egy per után megadva, ami nálam 10.0.0.0 per 8.
Itt még vannak haladóbb dolgok, ezeket érdemes megnézegetni, megcsinálgatni, ha szeretnétek. Most átmegyek a lejátszás, a playback részre. Ugye nekem a NAS-ban van egy Intel Celeron processzor, amin tudok hardveres gyorsítást használni, pontosabban ennek az integrált videókártyáján, az Intel QuickSync-kel. A Jellyfinnek van egy ilyen útmutató oldala, ahol le van írva, hogy nagyjából melyik integrált kártya mire képes az Inteltől. Nekem ugye ebben a NAS-ban egy UHD 600-as van a Celeron processzorba integrálva, és itt írják, hogy ez képes 10 bites HEVC videók transzkódolására, akár tone mappinggel is, erre később rátérek. Lesznek kisebb teljesítmény gondok, de azért nagyjából működni fog. Nekem ez kifejezetten csak a QuickSync lehet, mert ez van a NAS-ban, de ha te mondjuk számítógépen csinálod ezt az egészet, nem pedig egy ilyen NAS-on, akkor ha Nvidia kártyád van, akkor NVENC, ha AMD-d van, akkor AMF, nekem QuickSync. És most jön képbe a tone mapping, amiről beszéltem. Ha HDR-es filmeket szeretnél nézni SDR kijelzőn, akkor az hát csúnyácska, úgyhogy a tone mapping ebben fog nekünk segíteni, hogy a színeket kicsit helyre pofozza. Ez egy nagyon egyszerű magyarázat volt a működéséről, mert mint látjátok, ugye rengeteg beállítása valamit, még nagyrészt őszintén megmondom, én se tudom mit csinálnak, úgyhogy ezeket most így hagyom, elvileg alapból ennek működnie kell. De lassan elkészül a könyvtár szkennelésével, úgyhogy ezt a kicsit már megvárom, és utána megnézzük, hogy ez így hogyan működik a gyakorlatban. Ezt az egészet én most egy iPad-en fogom prezentálni, csak hogy legyen valami valós életbeli demonstrációnk. Két alkalmazást lehet iOS-re letölteni, az egyik a Swiftfin, a másik pedig a Jellyfin, és nem mindegy, melyiket használod. Ha a Swiftfint megnyitom, akkor láthatjuk, hogy egyrészt nem működik, nincs itt semmi, mert nincs beállítva, és eleve egy másik szerverhez akar kapcsolódni, de ez most egy másik történet, ezt hagyjuk. Szóval ez egy kicsit szebb, kicsit egyszerűbben használható, mint a Jellyfin alkalmazás, és ez van Apple TV-re is. A hátránya, hogy sokkal kevesebbet tud. A Jellyfin ekközben viszont mindent tud, amit a webes felületen láthatunk, főleg azért, mert ez maga a webes felület, egy böngészős implementáció ez az alkalmazás. Úgyhogy itt a webes felületet érjük el, csak mobileszközről. Na de adjuk hozzá a szerverünket, nekem itt van a régi szerverem, de ez most mindegy, add szerver, és beírjuk az IP címét, most ugye a NAS-nak, ami 10.0.0.100 kettős pont, és ide jön a port, amit én alapon hagytam pont emiatt, 8096. Ha már itt vagyunk, akkor ez egy jó jel, beírjuk a felhasználó nevet és a jelszót. És itt elvileg mindent el kell érjek, ami a NAS-on van, pontosabban, ami abban a kettő mappában van, amit hozzáadtunk a beállítás során. És ezt mondjuk én el is tudom indítani, be is tölt, és mindjárt el fogja kezdeni a lejátszást. Igen, ott van. Filmeket nem szeretnék mutatni, mert akkor a YouTube letiltaná a videómat, de láthattátok, hogy a feliratok megjelennek, hangsávot lehet választani, és ez egy teljesen jó lejátszó. Mi már több mint egy éve így nézünk filmeket, sorozatokat, és tökéletesen működik, és teljesen jól bevált. Köszönöm az Azusztornak, hogy támogatták a videót, nektek pedig, hogy itt voltatok. Találkozunk egy következőben. Sziasztok!